legsokoldalúbb, legkreatívabb színésznőjével találkozhatnak. A riport alatt látható jelenetek első látásra talán összefüggéstelennek tűnnek, mégis összeköti őket valami, mégpedig a tanár, a mester személye. Schubert Éva következik. Én személy szerint kevés olyan művésznőt ismerek, aki ennyire sokoldalú és ennyire sok mindennel foglalkozik, mint ön. Hiszen színész, rendez, még emellett tanít. Hogyan egyeztethető össze ez a három dolog? Én nem egyeztetek, hanem csinálom mind a hármat. Amikor a sors úgy hozza, hogy színésznek kell lennem, akkor boldogan játszom. Szeretek rendezni is, bevallom őszintén, de gyerekkorom álma mindig az volt, hogy taníthassak, tehát amit magamba szedtem, ami tudás és tapasztalat a birtokomban van, azt át is tudjam adni. Ezt tényleg komolyan így gondoltam, még akkor is, amikor nem színésznek készültem, hanem kifejezetten tanárnak. Mint színész, most milyen produkciókban szerepel? A Szomszédokról tudunk, de hallottam valamit a Karinti Színházról is, hogy ott is készül valamire. Igen, a Neil Simonnak a Nagymama Soha című darabja elment már azt hiszem, vagy 25-ször Muráti Lilivel a címszerepben, de ő hazautazott Spanyolországba, és most én veszem át ezt a szerepet. Nagyon örülök neki, nagyon tetszik is, és nagyon helyes a társaság, akivel fogok dolgozni. Ez ki is van már tűzve, december 25-26-27-én fog menni, remélem lesz még érdeklődő, és még nem fújt ki a darab. Természetesen utcolván próba nélkül fogok belépni, mert nincs rá idő, se keret, úgyhogy hát egy próbával szerintem ezt meg lehet oldani. Sokan vitatkoznának azon, hogy beszéljünk-e most a Szomszédokról, mert megoszlanak a vélemények, valaki nem szereti, valaki szídja, ugyanakkor mindig nézi. Ön szereti? Én amit csinálok, azt mindig szeretem, különben nem tudnám csinálni. Volt már olyan munka, amikor azt mondtam, hogy inkább nem vállalom, mert nem szeretem. Nem az egészben kell gondolkodni ilyen esetben, hanem abban a napi penzumban. És úgy érzem, ez a napi penzum, ami rám hárul ebből nem sok, azt becsülettel meg kell csinálni, mert egy csomó embernek, nem is kevés embernek örömet okoz. Ezt a hölgyet, ezt a figurát, aki a Szomszédokban játszik, ön találta ki, vagy megmondták, hogy milyen legyen, vagy csak körülbelül említették, hogy körülbelül ilyennek képzelik, és aztán ön alakította? Tulajdonképpen nem mondtak semmit sem. Én úgy éreztem, hogy erre van szükség. Ez a figura így még nincsen. És ennek megvan a maga helye ebben a társadalmi helyzetben, amelyiket ez a film, ha úgy tetszik, tévéfilm ábrázol. Említettük a rendezést. Én annak idején nagyon szerettem a Néma Levendét, amelyet ön rendezett Udvaros Dorottyával és Bubik Istvánnal. Aztán észrevettem, hogy itt a szereplők változtak. Ön, mint rendező, nem tudja megvédeni a darabját, vagy Magyarországon meg kell védeni egy darabot, hogy úgy menjen évekig, vagy tudjon menni a színházban? Tehetetlen az ember ezzel szemben. Én nagyon szerettem volna, hogyha az eredeti szereposztás megy, mert volt egy eredeti, nagyon erős koncepció, mint ahogy ragaszkodtam ahhoz, hogy két részben menjen, nem öt felvonásban vagy háromban, mint ahogy ragaszkodtam ahhoz, hogy ne legyen emelés, meg trón, meg ilyenek, hanem a heltai stílusához képest ez a nő és a férfi története, ez semmi más, ez tulajdonképpen pesti, frivol, szerelmi történet, ami így meseszerűen bele van helyezve Mátyás király korába, és ettől nem szabad eltörténelmiesednie. Annak ellenére, hogy ahhoz például ragaszkodtam, hogy a bája, a szépsége kedvéért, mint valami illat, pontos legyen, mit tudom én, az a korona, az a ruha. Tehát ilyen jelzésekhez ragaszkodtam, amit sajnos ma már a színházakban olyan hogy úgy mondjam, a munkaerkölcs, hogy átfestik percről percre, hogy másnap a darabban szereplő asztalon eszik a súgó vagy az ügyelő, szóval sajnos ezt nem lehet eléggé megvédeni, meg kellene, de hát pillanatilag az idő sem kedvez ahhoz, hogy szigorú szankciókkal lehessen élni, hiszen a színház most alig vegetál, ugye? Én nagyon szerettem volna, az eredeti szereposztás marad, és amikor láttam, hogy a 8 szereplőből 6 másik van, akkor én valahogy ki is vontam magam az egészből. Hálás dolog-e gyermekeknek rendezni, vagy sokkal jobban oda kell-e figyelni, hogy a színészek mit hogyan csinálnak, hiszen a gyerek más közönség, a gyerek rögtön reagál, ha valamit un. Én nem akarok hánykolódni és dicsekedni, de én azt hiszem, hogy én mindig egyforma ambícióval csinálok mindent, tehát én ugyanolyan ambícióval és ugyanolyan
felelősséggel sütök meg egy beiglit karácsonyra, mint ahogy játszom vagy rendezzek. És azt hiszem, az egész eddig életem az arra szolgál, hogy abból merítsem a tapasztalatot, a rálátást, a világnézetet, és most is nagy örömre szolgál, hogy éppen az Újpesti Ifjúság és Gyerekszínházban rendezzem a Tapsikáné Fülönfüggőjét, amit majd december 11-én mutatunk be, délelőtt 10 órakor, és hát ez is bizony úgy jön létre, hogy össze kell itt fogni a tanítványaimnak, a saját lányomnak is, aki megfestett egy erdődíszletet, hiszen pénz nincs sehol semmi, tudjuk, se az ifjúsági háznak, sehol semmi, ugyanúgy, mint ahogy a színházaknak. És igen, is nagyon nagy odafigyeléssel csináljuk, és nagy szeretettel. Nagyon jó közönség. Tavaly is csináltam a gyerekeknek a farkas, meg a kisgidák, meg a mindenegér szereti a sajtot, ez volt a kasszadarabunk, ezzel többször mentünk szerepelni, óvodákban is jártunk. Aztán csináltam egy ifjúsági műsort, ami Molnár meg Karinti írásokból tevődött össze, és tulajdonképpen rendeztem már több zenés dolgot, hiszen a Zeneakadémián is tanítok, és ott már rendeztem egy Offenbach egyfelvonásost, a Férj kopogtat, aztán Esztergomban Mozart színigazgatóját, aminek én is írtam meg a librettóját, mert annak eredetileg nincs librettója, csak számok vannak, és azt tetszés szerint lehet csinálni. Aztán csináltuk Pergolesinek az Urhatnám szolgálóját, azt is én rendeztem, és egy három felvonásos Mozartot, a Mozart évforduló tiszteletére alá Finta Semplicét, a Színlelt együtt. Úgyhogy tulajdonképpen én jövőre is szeretnék még valamit csinálni. Egy Hindemith opera van, ami nagyon a szívemen fekszik, és egy Menottit majd. Úgyhogy tehát nagyon szeretek lenni, csak azt akartam kisütni. Ja, és az elmúlt évben ugyancsak gyerekeknek Miskolcon rendeztem a Szépek szépét, amit annak idején Pesten is csináltam, és mondták, hogy egész évben annak volt a legnagyobb sikere. Sőt, a gyerekeknél vetélkedő is volt, hogy ki milyen ruhába volt, ki volt a jó, ki volt a rossz, és nagy nyeremények voltak. Említette a színjátszást, a gyermekszínjátszást. Mikor kezdett el tanítani, mert ez nem most kezdődött, úgy tudom? Nem, azt hiszem 12 éve kezdtem el még a Gór Marinál tanítani, és akkor később valahogy úgy alakult, hogy onnan eljöttem, az Arany 10-ben is tanítottam egy kicsit, de hát azt valahogy nem tudtam megbékélni a körülményekkel, és aztán egyénileg saját iskolámat hoztam létre, úgy a harmadik éve tanítok. És idén ez nagyon jól kibővült azzal, hogy az Erős Péterféle teleszkólával egy ilyen barátsági szerződésben vagyunk, és így azt hiszem, mi vagyunk az egyetlen olyan színi tanoda, ahol a gyerekek televíziós színjátszást is tanulnak, sőt, egy kicsit a dramaturgiával is ismerkednek, és ugyanakkor a teleszkóla növendékei, operatőrök és rendezők kapnak egy ifjú nyers anyagot, akikkel már csináltak több jelenetet, kis etüdöket, és ha Isten éltet, akkor nyáron csinálunk egy egész darabot, az Erős Péter növendékei az én növendékeimmel. Szeretném az elhangzottakat kiegészíteni, hiszen a teleszkola iskolában még működik egy szerkesztőriportárszak, Domokos Lajos vezetésével, és egy technikus